Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Tegnap este dr. Toller László polgármester kerekasztal beszélgetésre hívta az oktatási intézmények pedagógusait és a szülői munkaközösségek képviselőit. A Szivárvány Gyermekházban rendezett fórum témája, melyet a Pécs TV is közvetített, az intézmény átszervezés volt. Ezúttal az események rövid összefoglalóját láthatják. A rendezvényen az önkormányzat részéről a polgármester mellett jelen volt Spolár János, az oktatási iroda vezetője, valamint Papp Béla és Kerényi János alpolgármester. Dr. Toller László bevezetőjében rámutatott, az intézmény átszervezés egy lassú folyamat, amit egyszer be kell fejezni, mégpedig békében. Utalt arra is, hogy addig nem lesz béke és rend a városban, amíg a költségvetésben nincs rend. A polgármester a költségvetés hiányának okaiként az eltúlzott fejlesztési folyamatot, illetve a nem egyszer rossz felépítésű intézményrendszereket nevezte meg. Beszélt az intézkedés csomag bevezetésekor elkövetett hibákról is, végül pedig szolidaritást és együttműködést kérte a gyermekek és a pedagógusok elhelyezkedése tekintetében. Ezt a hozzászólások és a kérdések követték. Nagy Erzsébet, a PDS városi ügyvivője cáfolta, hogy nem nyilvános anyagok szivárogtak volna ki az átszervezés ügyében. Szolát Mihály, a Berek utcai általános iskola igazgatója többek között megkérdezte, történtek-e számítások arra nézvést, hogy az önkormányzat számára mely iskolák jelentik a legnagyobb egy tanulóra eső megterhelést, illetve ha igen, ennek eredményei hozzáférhetőek-e. Tóth Imre, a Jurisics úti iskola szülői munkaközössége részéről azt szerette volna megtudni, van-e esély arra, hogy a hamarosan a közgyűlés elé kerülő tervezet megváltozik, azaz van-e egyáltalán miről tanácskozni. Tartsa Gyöngyvér, a Kollák Mihály műszaki főiskola mellett működő kísérleti szakiskolából, egyebek mellett az intézmény jövőjéről tudakozódott. A Kodolányi Gimnázium igazgatónője pedig a racionalizáció kiszámíthatatlanságát sérelmezte. Többen az egyeztetést is hiányolták. A kérdésekre adott válaszok során többször elhangzott, szükségszerű és észszerű, még ha nem is népszerű intézkedésekről van szó. Papp Béla alpolgármester elmondta, az önkormányzat érzi a döntés kényszerét és súlyát, és a döntést a legjobb belátása szerint hozza majd meg a testület, a város egészének érdekeit tartva szem előtt. Dr. Toller László polgármester rámutatott, ez a fórum és példa az önkormányzat nyitott város politikájára, és hiányolta a felszólalások közt azokat a javaslatokat, amelyek Pécs oktatási intézmény rendszerének egészét érintették volna. Hangsúlyozta, nincs vészhelyzet ezen a területen, mert a problémák kezelhetőek, és ismét együttműködést kért az érintettektől. A nem egyszer parás hangulatú, közbeszólásoktól sem mentes fórum a késő esti órákban ért véget. A Baranya megyei közgyűlés nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról tartott sajtóbeszélgetés dr. Kékes Ferenc elnök és Pörös Béla a testület alelnöke. Az elmúlt időszakban több olyan kezdeményezés indult be, amelyek a Baranya megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését, az EU integráció előkészítését célozzák. De ezek a kezdeményezések egyrészt az Alpokardia együttműködés keretében történtek. Itt az egyik baranyai szervezet, az Etnikai Fórum kezdeményezte az Alpokardia Roma találkozót, ami augusztusban kerül megrendezésre itt Pécset. Ezt nagyon pozitívan fogadta az Alpokardia vezető tisztségviselők bizottsága, és 50 ezer shillinggel támogatja egyébként ezt a rendezvényt. Még két másik Alpokardia rendezvény van szervezés alatt. Az egyik az Alpokardia pszichológiai konferencia, amely Pécsre kerül megrendezésre, és Harkány nagyközség önkormányzata kezdeményezte az Alpokardia fürdővárosok találkozóját. Ez Harkányba kerül megrendezésre 2000 februárjában. Az Alpok Adria munkaközösség keretében egy új euróregionális program megvalósítására kerül sor. Ez egy úgynevezett Ost-West program, és a lényege az, hogy megpróbálna összefogni azokat a tartományokat, amelyek egyrészt valamikor a monarchia keretében működtek, másrészt pedig az Észak-Olaszországból kiinduló és Ukrajna fele haladó leendő autópálya mellett helyezkednek el. Ezt az együttműködést próbálna megalapozni ez a program. A koszovói háború kapcsán szintén egy új kezdeményezés van kialakulóban. Mi azt javasoltuk, hogy legyen egy konkrét program, és ez a konkrét program legyen az, hogy a lerombolt, illetve megrongált gyermekintézmények helyreállítását kezdeményezze az Alpokardia. Ez óvodákat, iskolákat és egyéb gyermekintézményeket jelentene. Ezt pozitívan fogadta a bizottság, és októberben kell letenni Baranyának azt a konkrét javaslatot, ami alapján aztán megindulhat majd a munka. Az Európai Unió felé tartva azonban elengedhetetlen az, hogy regionális szintű együttműködés alakuljon ki a szomszédos megyék között.
Az önkormányzat három bizottsága, a pénzügyi, az egészségpolitikai és szociális, valamint a város és környezetfejlesztési bizottság is ülésezett tegnap. A pénzügyi bizottság ülésén egy a költségvetés aktuális helyzetével kapcsolatos beszámoló hangzott el. Ezen túl a képviselők a Hevesi György Műszaki Szakközépiskolánál végzett pénzügyi, gazdasági vizsgálat eredményével és a Nádor szálló épületének értékesítésével foglalkoztak. Magyarországon a lakosság egészségi állapota, a megbetegedési és halandósági mutatók, valamint a természeti és az épített környezet minősége, tisztasága jelentősen elmarad az Európai Unió tagállamaiban tapasztaltaktól. Hangzott el az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság ülésén. A városagyák megvitatták Pécs város egészségtervét, döntöttek támogatásokról, a tüdőszűrővizsgálat elrendeléséről. Ezen kívül tájékoztatót hallgattak meg a Munkácsi Mihály utcai rendelőintézet tűzfalának helyreállításáról és a tüdőgondozó rekonstrukciójáról. A rádiótelefon bázisállomások telepítésének kérdéséről is tárgyalt a Város és Környezetfejlesztési Bizottság. 24 darab GSM 1800-as rádiótelefon antenna elhelyezéséről dönt a testület, melynek kihelyezése nem érinti a műemlékvédettségű belvárost. A rendszer telepítése elsősorban egészségügyi és városképi kérdéseket vethet fel. A bizottság a napirendi pontok között tárgyalt, amik többek között a Siklósi út, Nagyárpádi út közti terület, valamint a Verseny utcai sportközpont és környéke szabályozási tervének elbírálását. 170 gyermek részvételével zajlott tegnap a Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezete által megtartott egészségnevelési vetélkedő. A Magyar Vöröskereszt elsődleges feladata, hogy az emberi életet és egészséget védje, ezért minden alkalmat megragad arra, hogy megpróbálja egészségesebb életmódra szoktatni az embereket. A fiatalok természetesen erre is fogékonyabbak, ezért rendezték meg számukra első alkalommal az Út az Egészséghez című egészségnevelési vetélkedőt. Ahogy végignéztem a verseny folyamát eddig, úgy láttam, hogy a gyerekek nagy felkészültséggel, nagy lelkesedéssel és őszinte örömmel jöttek el erre a vetélkedőre és vesznek részt. Szép felkészültségről adnak tanúbizonyságot, és miután életkori sajátosságaiknak megfelelően 10 és 18 éves kor között vannak itt fiatalok, játékos helyeket is beiktattunk, ahol egy kicsit oldódnak, ahol egymással ismerkednek. A versenyen résztvevők az egészséges táplálkozással, a káros szenvedélyek élettani hatásaival, valamint az étszel kapcsolatos teszteket, feladatlapokat oldottak meg állomásról állomásra haladva a Szivárvány gyermekházban. Az ellenőrzési pontoknál a Vöröskereszt szakemberei várták a diákokat, hogy bemutatókkal, illusztrációkkal segítsék őket munkájukban. Sok gyerek nem foglalkozik azzal, hogy hogyan is kellene élni, a drogokra gondolok itt, a dohányzásra, sőt még az étveszélyre is. Hát elsősorban ez volt az, ami fontos volt abban, hogy jelentkeztem arra, hogy sokat tanulhatok itt, és hallok, ismerkedek emberekkel. Neked hogyan tetszik a verseny? Nekem nagyon tetszett az egész. Azért volt jó, mert sok gyakorlatot megtanultunk, és bemutattak nekünk sok mindent. A nagyszámú résztvevő miatt az eredményhirdetés későbbre tolódik, és majd postai úton értesítik a győzteseket. De üres kézzel ezúttal sem tért haza senki, hiszen a szponzorok jóvoltából mindenki számára jutott ajándék. A legeredményesebb 30 diák fődíja egy egyhetes orfűi nyaralás lesz. 1997. szeptemberétől lehet belépni a nyugdíjpénztárakba. A TB rendszerbe való visszalépést pedig 2000 végéig lehet választani. A jelenlegi törvények szerint 99. szeptembere után már csak a pályakezdők válhatnak a magánnyugdíjpénztárak tagjaivá. A kérdés csak az, hogy ki számít ma pályakezdőnek. Az az egyetemista, aki ez év júniusáig befejezi tanulmányait, de egyetemi évei alatt munkaviszonyban állt, akár egy hétig is, nem számít pályakezdőnek. Így a magánpénztárakba való belépés lehetősége 1999. augusztus végével megszűnik. A nem pályakezdőknek 1999. augusztus 31-ig van lehetőség belépni egy önként választott magánnyugdíjpénztárba. Felhívom a figyelmüket, hogy a nem pályakezdők e határnapon túl, amennyiben nem választanak magánnyugdíjpénztárat, nem léphetnek be a vegyes rendszerbe, a két pilléren működő nyugdíjpénztári rendszerbe. Akik 1998. júniusát követően létesítettek első alkalommal munkaviszont, kötelezően be kell lépniük egy magánnyugdíjpénztárba.
A választás megelőzően érdemes tájékozódni, hogy ki a magánpénztár vagyonkezelője, letétkezelője, bankszámla vezetője. A nyilvántartási rendszer, adatszolgáltatás megbízhatósága sem hagyható figyelmen kívül. Végzős vagyok a Janus Pannonius Tudományi Egyetemen a felnőtt képzési szakon. Hallottam róla, hogy augusztus 31-ig kell nekünk eldöntenünk, hogy mi is lesz ezzel a nyugdíj pénztári belépéssel vagy beiratkozással, de igazándiból nem tudom még a terveimet, és nem tudok még erre választ adni sajnos. Az a személy, aki a megjelölt időpontig nem lesz tagja valamely pénztárnak, majdani nyugdíját teljes egészében a társadalombiztosításból kapja. A Diabetes Baráti Társaság és a Zöld Kör szervezésében a helyes táplálkozásról és az egészséges életmódról tartottak előadást szakértők bevonásával tegnap az Ifjúsági Házban. Magyarországon a lakosság döntő többsége helytelenül táplálkozik. Ennek több oka is van. Egyrészt a hagyományok, a magyar táplálkozás az sajnos nem egészséges táplálkozás. A zsíros ételek a pörköltekre gondolva, akár a gulyásra, ez mind távol áll a helyes táplálkozástól. Másrészt pedig ennek bizonyos szempontból költségvonzata is van, ami hátráltatja azt, hogy bizonyos egészségesebb élelmiszerek bekerüljenek a mindennapos étrendbe, a családok asztalára kerüljenek. A háziasszonyok rövid ismeretterjesztő előadás keretében hasznos gyakorlati tanácsokat kaptak. Rengeteg kalóriát lehet megspórolni azzal, ha egy zsíros rántás helyett száraz rántást alkalmazunk, mert ugye tudjuk, hogy a zsírok kalóriaértéke a legmagasabb, és fölösleges a szervezetnek a plusz kalóriát bevinni még rántással is, mert a nyersanyagok is tartalmaznak bizonyos mennyiségű zsírokat. Ezért, ha száraz rántással készítünk, egy-egy adag főzeléknél 50-60 kalóriát már meg tudunk spórolni. Ugyanez vonatkozik a habarásra is. Abban az esetben, ha valaki megszokta a 20% zsírtartalmú tejföl használatát, és ehelyett 13%-osat használ, vagy kefirt alkalmaz, már 50-70 kalóriát spórol egy-egy adag főzeléknél. Helytelen táplálkozásunkból adódik az is, hogy a cukorbetegek száma az utóbbi években megugrott. Előzetes számítások alapján 2020-ra a betegek száma megduplázódik. Ahhoz, hogy ezt a jóslatot elkerüljük, életmódunkon kell változtatnunk. A mozgásszegény életmódot fel kell számolni, mielőtt zsírszegényebb táplálkozás, a rostoknak nagyobb mértékű bevitele, és ezáltal, mint egy a testsúly normalizálása lenne a legfontosabb feladat, azt gondolom. Híradónk végén engedjék meg, hogy egy ma esti programunkra hívjuk fel szíves figyelmüket. Élő egyenes adásban közvetítjük azt a 17 órakor kezdődő közmeghallgatást, amit a lakossági szemétszállítás témájában tart a pécsi közgyűlés a Városháza nagytermében. Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen időjárás jelentéssel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk! Időjárásunkat egy ciklon alakítja, melynek hatására enyhe és nedves léghullámok érik el térségünket. A reggeli órákban 8-13 fok között várható a levegő hőmérséklete. Napközben erősen felhős, borult idő lesz, ismétlődő csapadékkal. A nyugati szél élénk marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul.